Látszik, hogy egy éves felület és szórni fogja a fényt, és ez kék lesz majd. Ilyen kékszínű prizmákat helyeztek ki a Magyar Közút Fehérvár megyei munkatársai Székesfehérvár határától egy 5 kilométeres szakaszon Csala és Lovasberény között. Mivel nem lehet mindenhol vadkerítést építeni, de sok a vadbaleset, szükség van ezekre a kis fényvisszaverő eszközökre. A vadak általában az éjszakai hajnali órában mozognak, és amikor ugye a járművek tompított lámpával vagy fényszóróval közlekednek, ez rávetül erre a prizmára, és az út melletti területre szórja ez a fényt, amitől a vad megriadt, hiszen nem érti, hogy miért kerül az ő szemébe fény, és így elkerül az utakat, nem kerülnek a járművek elé. Ezt Fejér megyébe több útszakaszon telepítettük már kedvező tapasztalatokkal, így a Székesfehérvár-Zámolyi-Gántúttal tudnám mondani, hogy ez egy nagy részén erdős területen vezetés, ott jó hatásokkal tudnak működni. Molnár István hozzátette, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Fejérvár megyei igazgatósága több mint 1300 km hosszúságú útszakaszt kezel, ezek 10%-a vadveszély. Megnéztük a megyében, hogy viszonylag hol volt sok vadelütéses baleset, és a 811-es számú főúton ezen a kis 6 kilométeres szakaszon nagyon sok volt. Tehát 2020-ban puskázok, 7 anyagi káros vadelütéses baleset volt, 21-ben 10 anyagi káros, és 2022-ben pedig 9 baleset volt, abból egy könnyű sérüléses volt, ott egy segédmotorkerékpáros ütközött egy dánvaddal. Az út szélét jelző oszlopokra 50 méterenként összesen 220 darab vadriasztó prizmát helyeztek ki. Mint Illés Mihály elmondta, máshol is szükség lenne ezekre, ahol vadcsapások vannak. Ha beváltja a hozzáfűzött reményeket, akkor a vármegye más területén is szeretnék használni az optikai kerítést.